Szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Önök a Testőr című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén, melyben ez alkalommal sok szeretettel köszöntöm Török Marcsit, masszázsterapeutát. Szervusz! Szia! Mondhatni már állandó szakértőnk vagy itt a TV Szentendrén. Egy kicsit a testmozgásra, illetve a fogyókúrára. Itt a tavasz, azt gondolom, hogy mi nők úgy elővettük a ruháinkat, és azért van, hogy az ember egy kicsit kudarcként éli meg, hogy a tavalyi ruha most így annyira nem úgy áll, mint tavaly. Mi a tapasztalatod, ugye edzősködsz is, tehát erről is van hivatalos papírod, úgymond, találkozol ilyen-olyan helyzetekkel. Mennyire küzdünk ezzel, mit tapasztalsz, hogyha kisüt a nap, akkor rögtön vékonyak szeretnénk lenni? Igen, ezt teljesen meg tudom érteni, és ez egy annyira összetett témakor, hogy az ember azt gondolja, meg van egy ilyen elf, hogy egyél kevesebbet, mint amennyit mozogsz. Igen, de azért ez ennél sokkal-sokkal összetettebb. Biztos mindenkinek van olyan ismerőse, aki bármi tehet, bármennyi tehet, és vékony, mindegy, hogy férfi vagy nő. És van olyan is, aki ránéz egy almára, és felszed 3 kilót. Tehát azt gondolom, hogy itt már meg is kérdőjeleződik az a... amit az előbb mondtam, hogy elég-e az, hogy kevesebbet teszünk, mint amennyit mozgunk. Mert erre rárakódhat még az, hogy a túlsúlyjal védekezünk különböző lelki problémákkal szemben is. Ez most terapeuta szólalt meg belőlem, hogy védjük magunkat a fájdalmaktól, a lelki sérülésektől azzal, hogy túlsúlyt veszünk föl. Mert ugye ez is egyfajta pótcselekvés, hogy elkezdünk enni? Ebben menekülünk? Ez adja a boldogságot egy adott élethelyzetben? Vannak olyan emberek, akik stressz hatására sokat esznek, és vannak olyanok, akik nem. Még ez sem lenne az, ami hízáshoz vezetne. Az egyik legfőbb gond, az én úgy látom, hogy az, hogy vannak különböző hitrendszereink. És azt hiszem, azt már sokak számára elfogadott, hogy ami a fejünkben van, az van a testünkben, meg az életünkben. És most általánosan elterjedt, hogy a szénhidrát hízlal, a zsír hízlal. Most kezd az a nézet előjönni, hogy a zsír már nem, csak a szénhidrát. És ezek benne vannak a fejünkben, és hogyha én most megkívánok egy briost, vagy valamit, és tök jó ízben megeszem, és utána olyan bűntudatom van, mert hogy az van a fejemben, az van belém kódolva, hogy a szénhidrát hízlal, és most felszedtem 5 kilót. Ha meg tudom elérni ezt a briost úgy, hogy ez valami giga volt, és hogy ettől nekem nagyon jó napom lett, mert hozzájárulás a testemhez és energiát adott, és ez most ami kell felszívódik, a többi kimegy, akkor az a briost nem fog hízlalni. Ez a nagy munka, hogy ezt elhitesd az emberekkel, akik tanácsért mennek hozzád, vagy az, hogy kezdjen el mozogni? Az a nagy munka, hogy aki hozzáfordul tanácsért, el tudja ezt hinni. Nálam is vannak még hiányosságok ezen a téren, hogy ha olyat teszek, akkor előfordul nálam is, hogy azt gondolom, hogy ezt nem kellett volna, és akkor viszont igyekszem gyorsan átfordítani, hogy de jól esett, és csak az hasznosul, ami kell. Na de mondjuk ezt jól kell használni, ugye? Tehát meg kell tanulnunk ezt használni, mert hogyha bemegyek egy gyors étterembe, és kikérek naponta 6 nagy menüt, akkor valószínűleg előbb-utóbb csak meglátszik rajtam. Igen, meg nem is egészséges, tehát ez természetesen egyfajta tudatosság is kell, hogy párosuljon. Szerencsére most egy olyan világot élünk, amiben diéták tömkelege van. Szerencsére? Igen, mert azt gondolom, hogy mindenki ki tudja választani a számára legmegfelelőbbet. Tehát nagyon sokféle diéta van, nagyon sokféle ember van, tehát különbözőek vagyunk. Például akik az edzőterembe járnak, és testépítők, gyúrnak, nekik általános. Szóval ez a rizscsirke zöldség. Én például nekem ez nem megy, kipróbáltam én is, én ettől nem fogytam egy dekát sem, azért, mert nem élveztem. Tehát az egyik kulcs az, hogy azt a diétát találjuk meg, amelyik amiket be tudjuk tartani, tehát nekünk a legmegfelelőbb. Tehát, hogyha elkezdünk akkor így a fogyókúráról beszélni, mert ugye aki is úgy szeretne veszteni, most már, hát ez is kérdés, hogy jó-e, de interneten nagyon sok okosságot, bölcsességet találhatunk, de hogy egy jó fogyókúra, szerinted mivel kezdődik, mi a nulladik pont? A nulladik pont az, hogy jöjjön bennem egy késztetés, hogy változtatni szeretnék a testemen. Az első pont az lenne, hogy nincs tiltás, tehát nem mondom azt, hogy már pedig most tilos ez, vagy tilos az. Honnan tudhatom azt, hogy indokolt-e az, hogy szeretnék fogyni? Sokan vagyunk úgy, hogy nem szeretjük a testünket.
azt gondolom, hogy az, hogy indokolt legyen, az senkinél nem feltétlenül szükséges, hiszen vannak olyan emberek, akikről tudjuk, hogy igen, túlsúlyosak, igen, egészségtelenül élnek, vagy éltek, és hogy nagyon sok időt éltek meg. Tudunk olyan embereket, akik nagyon egészségesen éltek, mozogtak, sportoltak, stb., és nagyon rövid idő volt itt a földi létük. Tehát ez sem köthető ahhoz, hogy melyik ad nekünk többet. Tehát az indoklást én nem használnám, inkább az, hogyha magunkkal nem vagyunk megelégedve, hogy kényelmetlen a túlsúly, hogy azt gondoljuk, hogy az orvos azt tanácsolja, hogy az egészségünkre nincs jó hatással, hogy akkor érdemes belefogni egy ilyenbe. Tehát akkor az első pontnál tartottál, hogy akkor folytassuk onnan. Mi a következő pont? Azt, hogy találjuk magunknak egy mozgásformát, de a testünk sokkal jobban tud dolgozni és együttműködni akkor, hogyha beindul egyfajta energiáramlás, felgyorsul az anyagcserénk, elkezdenek az izmaink nőni. Már úgy értem, hogy erősödni, tehát nem leszünk ott kigyúrva, csak hogy tónusosabb lesz a testünk, inkább így mondanám. Mert hogy a fogyókúra együtt jár a mozgással? Nem feltétlenül. Fogyni lehet mozgás nélkül is. Csak egy testforma sokkal szebb tud lenni, hogyha mozgatjuk a testet, erősítjük az izmokat, szebb formát tud. Tehát ha lefogyunk, az egy plötty, hogyha viszont sportolunk mellette, akkor az ad neki formát. Tehát egy karformát, egy lábformát, mert az izom is meg van dolgoztatva. Azt gondolom, hogy annyi helyen hallhatunk az egészségtudatos életmódról, a mozgás fontosságáról, és te pont az az ember vagy, aki mindig azt mondod nekem, hogyha a rádióban vagy televízióban beszélgetünk, hogy időt kell igenis hagyni magunknak ahhoz, hogy megtaláljam akár magamnak, még nem sikerült, azt a mozgásformát, amiben én igenis jól tudom érezni magam. És ugye fogyókúránál, ez engem folyton végig kísér, de annak is megvan a veszélye, hogyha elkezdek én magam mozogni, és lehet, hogy abszolút rosszul csinálom azt a mozdulatsort, amitől én várom, hogy megjöjjön az eredmény. Mennyire fontos szerinted azt, hogy kérjünk segítséget szakembertől? De azt gondolom, hogy ha attól, hogy mi a te mozgásformád, ha a séta vagy futás, és csak szórakozásból csinálod, vagy akár egy aerobik otthon DVD-n, vagy a YouTube-ról jóga, tehát hogyha így magad szórakoztatásra csinálod, az is elég lehet a kezdetnek, és akkor nem feltétlenül muszáj. Viszont nagyon nagy motivációt tud adni egy edző, nagyon sok mindenben tud segíteni egy jól kiválasztott edző. Nagyon meg tudja indítani ezeket a dolgokat, tud étkezési tanácsokat adni. Itt az lenne a fontos, hogy olyan edzőt keressen az ember, aki azt a fajta diétát adja meg neki. Tehát nem az, hogy van, most edző vagyok, van egy sémám, mindenkinek ezt adom. Ez nem lehet, mert nagyon sokan nem tudják betartani. Tehát az a fontos, hogy tényleg személyre szabott legyen az a szakember is, akihez fordul, és meg tudja neki találni, vagy közösen megtalálják azt a fajta táplálkozást, amitől meg tud csinálni, mert különben nem fogja megcsinálni, csak egy pár napig szenvedni fog, meg fogja unni, és azt mondja, hogy nem érdekel, nekem nem megy, nem csinálom. Ugye nagyon sokan fogjuk arra, hogy genetika, azért nem tudok lefogyni, akkor azért, mert egyszerűen ilyen alkat vagyok. Léteznek ezek a kategóriák, vagy ezeket mi áthatjuk magunkat? Igen, ezzel mi áthatjuk magunkat. Tehát a kitartó munkának ezen a területen is mindig megvan a gyümölcse. Igen. Van egyfajta genetika, az tény, tehát öröklünk dolgokat. Viszont igen, jól felül tudja írni az, ami a fejünkben van, a genetikát. Tehát inkább azt nem, hogy gondolkodás és szokásmódokat öröklünk. Tehát megörököljük anyukánktól azt, hogy vasárnapi ebéden sült rántott húsa és rommáztuk magunkat, vagy minden este. Tehát ezeket a szokásokat meg tudjuk örökölni. De ez nem a genetika. Hogyha nyilván a fogyókúrát a mozgással ugye rögtön egybehoztuk, de nyilván nagyon meghatározó az, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Rengeteg diétáról is olvasni, 14 nap alatt 8 kilót le lehet fogyni, különböző napokra osztva, már nem is tudom, hogy milyen diéta az, ami nem létezik. És az ember, talán nagyon kevesen vannak olyan emberek, talán főként nők, akik egyet-egyet nem próbáltak már ki ezek közül. Nálam soha nem vált be sajnos, és mindig kudarccal fejeztem be a koplalást, hogy de ez is egy olyan dolog, amit tudatosan kell végig gondolnunk a fogyókúránál, ugye? Mert nem kicsi veszélye lehet annak, hogyha elkezdünk húzamosabb ideig koplalni, nem beszélve arról, hogy azok a kilók hirtelen vissza is jöhetnek, jól tudom? Igen, tehát akkor elérünk egy olyanhoz, hogy egy teljesen kiéheztetett szervezet, amiben nincsenek vitaminok, hogy a testnek szüksége van mindenféle tápanyagra.
Úgyhogy én ezt semmiképp nem, az normális fogyás, ez a körülbelül a heti fél kilód, nagyon-nagyon maximum az egy. Tehát amit be olyat ígérnek, hogy nem kell semmit csinálni, csak beveszed ezt, meg magadra csatolod az övet, és akkor ez így szuper, és 14 kilót lefogysz egy hónap, aztán egy forintot sem javaslom, hogy ráköltsön, aki szeretné, mert persze mindnyájan most rögtön akarjuk, de ezt viszont el kell fogadni, hogy ez nem így működik. A másik, ami viszont nagyon fontos még, hogy a testünkkel való kapcsolat. Tehát, hogy ez úgy indul ki, ha valaki fogyókúrára szánja magát javarészt, hogy belenéz a tükörbe, felszület, és azt mondja, hogy atya úristen, de ronda vagyok. És tehát a testünk az úgymond a barátunk, vagy hogy mondjam, tehát ez szükségünk van arra, hogy ha testünk jól van, akkor jól vagyunk. És hogy most a felébred, és akkor azt hallja, hogy te milyen ronda vagy, akkor a testünk ezt kezdi generálni. Hogy te milyen kövél, hogy milyen nagy a hasam, milyen nagy a fenekem, akkor a test ezt csinálja. Mit kértél nagy hasat? Oké. Mit kértél nagy fenekem? Nem szeretsz? Utálsz engem? Tehát a test is így működik, hogy amikor törődünk vele, és figyelünk rá, akkor azt nagyon-nagyon meghálálja. Milyen tapasztalatod mennyire tud segíteni a hozzád érkező embereknek abban, hogy valóságosan lássák a változást? A fogyókúra az, ami, hogyha még nem is kezdünk el fogyókúrázni, de túlsúlyosak vagyunk, azt gondolom, hogy ez is, de javíts ki, hogyha tévednék, egy nagyon erős depresszív, egy szomorúság, egy ilyen kedvtelen állapotot tud létrehozni bennünk, hiszen minden nap találkozunk magunkkal, és talán mi nők így a ruhákon érezzük magunkon, hogy nem úgy megyünk ki az utcára, hogy jól érezzem magam, hogy felszabadult legyek. Ez a módszer, amit te alkalmazol, mennyire hatásos, mennyire látod a változást az embereken, és ez mennyire inspirál téged? Én sokszor azt látom, hogy az embereknek indulnak, és utána abba hagyják, mivel hogy nem történt változás két nap múlva. Mindent egy részük, azonnal? Mindent akarunk azonnal, igen. Tehát egy részük azt gondolja, hogy eljött egy terápiás kezelésre, vagy elmegy egy edzésre, egy hónapig mondjuk jár, és nem történt még meg az, amire ő vágyik. De hát egy olyan test, amit csak kiszipolyoztunk hónapokig vagy évekig, ez nem tud egyik pillanatra másikra rendbe jönni, ez nem is lenne egészséges. Ez egy folyamat, időt kell adni. Tehát én azt javaslom mindig ilyenkor, hogy először próbáljuk megtalálni a testünkben a szépet, hogy magunkon, hogy milyen szép rajtunk, vagy akkor csináltassunk másik frizurát, vegyünk másik ruhát. Tehát, hogy ne bántsuk magunkat, hanem fogadjuk el. Ez nagyon fontos lépés, és hogy az a baj, hogy elvárásokkal vagyunk az étkezésünk felé, elvárásokkal vagyunk a mozgás felé, nem tudjuk élvezni, mert elvárjuk, hogy a testünk alakuljon, elvárjuk, hogy fogyjunk, elvárjunk, hogy már rögtön hasznosuljon. És ezt nem lehet egyik pillanatra a másikra, ez egy folyamat. Tehát ezért érdemes először elfogadni a testet, és közben elkezdeni elfogadni a testet, hogy oké, most ilyen, ezt csináltam, mit tehetek, hogy most a testem szebb legyen, elmehetek edzőhöz, mit változtathatok az étkezésemen, mi az, amit kicserélhetek, amiről le tudok mondani, vagy tudom helyettesíteni, tehát például nagy kenyérevő vagyok, mit tudok helyette, esetleg áttérek teljes kiölésűre, vagy eszek puffasztott rizst, vagy tehát, hogy meg kell találni, hogy mi az, amiről le tudok mondani. Mert ha erőszakkal fogok lemondani valamiről, és az nagyon hiányzik nekem, akkor nem fogom betartani, csak nagyon rövid ideig. Hogyha fogyókúráról beszélünk, akkor mi a tapasztalatod, ez mennyi ideig tart? Heti fél kiló, kilót említettél. Nyilván egy idő után el kell érkezni a szinten tartás időszakára. Nyilván ez mennyiségtől is függ, hogy ki mennyit szeretne fogyni. Általában azt mondják, hogy az eleje a könnyebb, és a végén, amikor már az utolsó 5 kilónál tartasz, az a legnehezebb. Ez valóban így van? Igen, mert ez, amit mondtam már az elején, említettem, hogy addig működik mindegyik diéta, amíg élvezzük. És az elején, mikor belekezdünk, akkor nagyon nagy a rendület, akkor bevásároltunk, új recepteket gyűjtöttünk, akkor van egy új célunk, hogy ezt megcsináljuk. És mindez a múlik, hogy mennyire találtuk meg a nekünk megfelelőt, beiratkozunk egy mozgásformára, vagy egyszerűen csak elkezdünk sétálgatni esténként. Például érdekes mondat, a lendületes séta az egyik legjobb zsírégető dolog, tehát nagyon sok zsírt le tud az emberről égetni. Megvan, hogy milyen pulzus tartományban kell menni, és kinek milyen a zsírégető része. Tehát nem nincs szükség meghalásos edzésekre ehhez mind. Tehát azon múlik, azt gondolom, a diéta sikere, vagy a fogyókúra sikere, hogy mennyire találjuk meg a nekünk megfelelő módszereket mozgásban is, és étkezésben is. Étkezést említettünk többször már. Van egy ilyen alap, amikor mondtad, hogy lementél a gyúróterembe, hogy mi az a bevált
amit esznek ott az emberek. Neked mennyi idő volt az, amíg megtaláltad a sajátodat? Hogyan lehet ezt megtalálni? Hogyan lehet ezt kikutatni? Milyen tanácsokat tudnál adni a televízió nézőknek? Én azt gondolom, hogy érdemes, hogy igazából, hogyha talál egy olyan szakembert elsőre, akivel elsőre megtalálja ezt, például akik konditeremben vannak, ő nekik ez a sémájuk. Akkor vannak a regenorosok, vannak a ketogénesek, a szétválasztósok, nem is tudom, hogy mit, és hogy mi az, amiről én le tudok mondani, mi az, amire szükség. Én például nem bírok annyi húst enni, amennyi elő lett volna írva. Én ezt nem tudom betartani, nekem szükségem van édességre minden nap, és nekem ezek a diétek mind meghaltak. Tehát egy olyat kellett találnom, amiben minden benne van egy kicsit, és hogy odafigyelek a mozgásra is. És hogy így igazából ezt tudom csak ajánlani, hogy ha nem tud betartani valaki egyfajta akár mozgás, akár diétát, akkor menjen tovább. Azt így nem tudom megmondani, hogy mikor találja meg, vagy mikor jut oda. Nyilván ez mindenkinek saját maga, de igen. A fogyókúránál nagyon fontos a kitartás akkor, amit mondtál, hogy mindent akarunk azonnal. Igen. Ne ijedjünk meg akkor, hogyha egy hónap múlva nem változik úgy a testünk, ahogy mi ezt elképzeltük. Igen, és igazából én azt javasolnám, hogy ne is a fogyókúrára menjünk rá, hanem az életmódváltásra. Mert az talán nem nyomaszt annyira, hogy most fogyókúrán vagyok, diétán vagyok, nem ehetek, de ha életmódot váltok, akkor azt mondom, hogy ez egy folyamat, és tök szépen megtörténik, és akkor viszont nem gond utána a megtartása sem. Mert hogyha meg sokan ott rontják el ez a jó diéta is, vagy ahogy mondtad, hogy visszaszedik a testsúlyt, hogy megvonnak maguktól egy csomó mindent, x ideig, és akár le is fogynak. Viszont annyira kívánják, mert hogy azon a fejükben, hogy most diétán vagyok 2 hónapig, most csak mondtam valamit, de csak 2 hónapig, utána már nem. Tehát utána már azt teszek, amit akarok, és így vissza is jön minden. És már is ott megint a kudarc érzet, meg az, hogy utálom magam. Igen, ilyen típus vagyok, nem tudok mit csinálni. Igen. Tehát, hogy jön a jó idő, sokan szeretnénk fogyni, akkor így összegezve az a legjobb, hogyha tudatosan állunk annak neki, hogy egy életmódot váltsunk, amelyben a mozgás főszerepet kap, igen. Illetve a tudatos étkezés. Igen. És mennyire vagy kirívó abban a tekintetben tanácsadóként, hogy azt mondod, hogy ne vonjuk meg magunktól azt a brióst, hogyha mi szeretnénk. Mennyire tapasztalod azt, hogy túl nagy a szigor, amikor valaki segítséget kér egy tanácsadótól, és talán éppen ezért nem sikerül a fogyni vágyónak. Igen, most ezt előreszekezném, hogy nem fogyókúrás szakembernéként nyilatkozom, hanem terapeutaként, tehát én nem azokhoz szólok, akik szálkásítani akarnak, és azért, hanem így hozzánk, így átlag emberekhez, vagy hogy mondjam. Tehát így egy brióstól nem fog felszedni plusz nem tudom hány kilót, viszont lehet, hogy egy olyan pluszt ad a testének, egy akkora feltöltődést, hogy most hetente egyszer, ha jó, nem azt mondom, hogy egy nap 3-szor briós, de most ha egyszer meg, tehát ha tényleg tartja a diétát, vagy az életmódváltást, mindegy, hogy nevezzük, ami neki jobb, ha tényleg mozog, akkor egy tiltott élelmiszerrel semmi problémát nem fog magán okozni. A sikeres fogyókúrához mennyire sorolnád oda a megfelelő vízmennyiséget, amit naponta be kéne juttatni a szervezetünkben? Mennyire fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyunk? Hát ez mindenképp, az mindenképp nagyon fontos, a víz, az mindenképp jó arra is, hogy kitisztít a testünkben mindenféle méreganyagot, de még a stressz faktorokból is rengeteget ki tud tisztítani, tehát kineziológusként is, hogyha oldunk valakit, akkor sokszor itatjuk a kezelés közben, hogy már maga a stressz az menjen ki a testéből. Tehát a víz az nagyon nagy hozzáérés, sokan nem bírják meginni, mert hogy unalmas íz, akkor pedig javaslom nekik, hogy valamilyen gyógytett, nagyon finom, akár gyógytett, akár nagyon finom teákat lehet kapni ilyen teaboltokban, amik akár ízesítés nélkül is nagyon-nagyon jók tudnak lenni. Tehát ezek ilyen érdemes, a folyadékfogyasztásnál érdemes ezekre a tiszta folyadékokra gondolni, nem a bolti gyümölcslevekre, kólákra és társakra, még ha zero kóla, akkor is persze megkívánja, nyugodtan igye meg. Most egy zero kóla, tehát semmivel nem lesz, de a 2-3 litert ezt nem abból kéne bevinni leginkább. Naponta? Igen. Mennyire tapasztalod azt, hogy kicsit túlzásba is lehet esni a végére? Tehát amikor már többen tanácsolják az adott páciensnek, aki érkezik hozzád, vagy ismered, hogy most már abba kéne hagyni ezt a diétát, most már azért nem kéne annyit fogyni, most már nagyon csinos vagy, át tudunk esni a ló túloldalára a megfelelési kényszer miatt? Teljesen, igen, és ez mind a fejünkben van.
Tehát akkor olyankor viszont a fejben kell rendet rakni, és azt gondolom, hogy ez terapeuta, vagy szakember segítségével ez nem gondolom, hogy egyedül kivitelezhető. Tehát akkor más most tényleg azokra gondolok, akik teljesen átestek. Tehát amikor szükséges, érdemes szakemberhez fordulni. Mindenki. A beszélgetésünket zárhatjuk azzal szerintem, hogy ígyunk eleget, tudatosan sportoljunk, kezdjünk el mozogni, nyilván magunkhoz mérten, igen, hogy egy kicsit a változás induljon be, és hát a tudatos étkezéssel ártani nem árthatunk magunknak, az pont egészen nem biztos. Köszönjük szépen, hogy ma is a TV Szentendre vendége voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. A kedves televízió nézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Testtör című magazin műsorunkat látták. Viszontlátásra!